Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. Újabb magyar fiatal halt meg az ukrajnai háborúban, Oroszország agressziója 4 hete tart. Mégis lehívná a korábban visszautasított uniós hitelkeretet a kormány, Brüsszel konkrét terveket vár. És 150 fős csapattal küzdene a korrupció ellen Hatházi Ákos, ha győz az ellenzék, évi 10 milliárdban működne a hivatala. Hatékony és korlátlan segítséget kért a NATO-tól éjszakai beszédében az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky, aki videókapcsolaton keresztül maga is felszólal a mai brüsszeli csúcson, arra kérte a nyugati országokat, hogy maradjanak egységesek Oroszországgal szemben. Szerinte Putyin néhány partnerén keresztül akarja érvényesíteni az érdekeit, de mint mondta, nem szabad megengedni, hogy az oroszok bárkit is megtörjenek a NATO-ban, az Európai Unióban és a G7 országok között. Az ukrán elnök mindenkit arra kért, hogy tüntesse ma a saját hazájában a háború és az orosz agresszió ellen. Közben Oroszország ENSZ nagykövet helyettese a Sky News-nak azt mondta, országa fenntartja a jogot, hogy atomfegyvert használjon, amennyiben provokálja őket a NATO. A Fehérház szakértő csapata elkezdte vizsgálni a lehetséges forgatókönyveket egy NATO-tért nukleáris támadás esetére. Orbán Viktor is részt vesz a mai NATO és uniós csúcs találkozón Brüsszelben, ahol az Ukrajna feletti repüléstilalmi övezet ügye és az oroszoktól való energiafüggőség kérdése is napirenden lesz. A csúcson felszólal Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke is. A tervek szerint a világvezetői arra törekszenek majd, hogy összehangolják a gazdasági szankciókat és az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, valamint döntsenek a következő Oroszországgal szembeni lépésekről. Több területet visszafoglalt az orosz erőktől az ukrán hadsereg. Hivatalos jelentésük szerint 6 orosz repülőgépet, 1 helikoptert, valamint drónokat és robotrepülőket lőttek le. Az orosz hadsereg válaszul azt közölte, hogy 97 ukrán katonai létesítményt semmisítettek meg, valamint tankokat és páncélozott járműveket lőttek ki. A Rahói Városi Tanács szerint egy 24 éves kárpátaljai magyar fiatal is életét vesztette a harcokban. Még mindig lángolnak ennek a lebombázott kijevi háznak a romjai. A helyi polgármester szerint a támadások több mint 260 civil életét követelték, és több mint 300-an megsebesültek. A fővárosban több mint 80 épület pusztult el. A Rahói Városi Tanács tájékoztatása szerint egy 24 éves kárpátaljai magyar fiatal is életét vesztette a harcokban Kijev közelében. Az ukrán hadsereg közben azt közölte, hogy a fővárostól nyugatra fekvő Makariv városát visszafoglalták. Északról Jutis közelében nagy csata folyik a hivatalos források szerint. Az ukrán katonák kezében van Makariv városa és Irpin nagy része, jelentette ki Vitali Klitschko, Kijev polgármestere. Az amerikai védelmi minisztérium szerint is egyre több helyen fordultak támadásba az ukrán hadsereg műveletei az ország déli részén is. Úgy látjuk, hogy megpróbálják visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket az oroszok elfoglaltak. Az orosz erők nagy veszteségek árán sem érték el a stratégiai céljaikat, az ukránok nagyon keményen védekeznek, mondta a Pentagon szóvivője. Az orosz védelmi minisztérium eközben azt közölte, hogy precíziós rakétákkal kilőttek egy ukrán fegyverraktárt az északnyugati Rivne városánál. A Donyecki régióban fekvő Mariupolban szinte teljesen használhatatlanná vált a város repülőtere az orosz rakétatámadások miatt. Az Azovi tengerpartján fekvő kikötővárosban jelentős károk keletkeztek a lakóházakban és a gyárépületekben. Az ukrán elnök elmondta, hogy kedden több mint 7000 ember tudott elmenekülni, ugyanakkor 100 000 civil a városban rekedt. A háborúban nincs győzelem, hanem minden elvész. Imádkozzunk azért, hogy a vezetők megértsék, hogy nem a fegyvervásárlás és a fegyvergyártás a megoldás a problémára. Az a megoldás, hogy együtt dolgozunk a békéért, és ahogy a Biblia mondja, a fegyvereinket a béke eszközeivé alakítjuk. Ezt már Ferenc pápa mondta a vatikáni általános audienciáján. Lengyelország eközben bejelentette, hogy 45 orosz diplomatát utasít ki az országából az ukrajnai háború miatt. További csapatokat küldhet a NATO Kelet-Európába, így Magyarországra is. A NATO vezetői tegnapi csúcs találkozójukon hagyták jóvá további harccsoportok felvonultatását. A CNN információi szerint ezek a harccsoportok nem csak nemzeti erőkből fognak állni, ami arra utalhat, hogy külföldi csapatok is részt vesznek majd a műveletben. A célországok Magyarország, Románia, Bulgária és Szlovákia lesznek.
A magyarországi harccsoporttal kapcsolatban a hvg.hu kérdéseket küldött a Honvédelmi Minisztériumnak, egyelőre azonban nem kaptak választ. Még mindig sokan menekülnek el Ukrajnából a háború elől. A rendőrség adatai szerint kedden több mint 10 000 menedékkérő érkezett Magyarországra. Közülük csak nem 5 000-en a román határon átjöttek. Viharkeresztesen egy úgynevezett tranzit segítőközpontot alakítottak ki a helyi sportcsarnokban. Sokan csak Románián keresztül tudják elhagyni a háború sújtotta Ukrajnát, majd vonattal jönnek át Magyarországra. Itt ebben a viharkeresztesi sportcsarnokban pihenhetnek meg a menekültek egy-egy hosszabb út után. Az ellátásból a helyi tűzoltók is kiveszik a részüket. Az a speciális helyzet van, hogy a Romániából érkező nemzetközi gyorsvonatról azokat a személyeket hozzák ide be tartózkodási engedélyt elkészíteni, akiknek nincsen megfelelő úti okmányuk, és így naponta egy olyan 250-350 fő van ellátva. A helyi Vöröskereszt szóvivője szerint kevesen vannak, az önkéntesek nagy része elfáradt, hiszen van, aki 48 órás szolgálatot is elvállal. Most további segítőkre lenne szükség, hogy zökkenőmentesen folytatódhasson a menekültek biztonságos és kielégítő ellátása. Ezért bizalommal kérjük még mások segítségét is, aki még érez erre indítatást, hiszen ilyen hosszú időben folyamatosan kell ellátni ezt a szolgálatot, tudják cserélni egymást az emberek annál jobb. A viharkeresztesi ellátó helyen egyszerre több száz érkező menekültet is el tudnak látni. A családok minden esetben ellátást kapnak. Akiknek szállásra van szükségük, abban is azonnal a segítségükre vannak az önkéntesek. A rendőrség adatai szerint tegnap több mint 10 000 menedékkérő érkezett Magyarországra. Közülük 6 500-an az ukrán-magyar határon, közel 5 000-en pedig a román határon jöttek át. A katasztrófa védelem adatai szerint eddig 7 000 menekültet helyeztek el Magyarországon, elsősorban befogadó helyeken. Nem jöhetnek az orosz sportolók a budapesti úszóvilágbajnokságra. A Nemzetközi Úszószövetség ugyanis életbe léptette az orosz és fehér orosz sportolók kitiltását. Az orosz szövetség közben már jelezte, hogy idén egyetlen fina eseményen sem vesznek részt a sportolói. A fina közleménye szerint a szövetség továbbra is a leghatározottabban elítéli az ukrajnai orosz inváziót, és ismét hangsúlyozták elkötelezettségüket az ukrán úszó, búvár és művészi úszószövetség támogatása mellett a közelgő versenyekre való felkészülés során. Mégis szeretném megkapni a kormány a helyreállítási alap teljes összegét, még azt a hitelrészt is, amit tavaly visszautasított. Erről írt levelet Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökének. Szakértők szerint hiába küldött a magyar miniszterelnök pénzt kérő levelet Ursula von der Leyennek, az ehhez szükséges konkrét tervet még várják Brüsszelben. Az ellenzék szerint a jogállamisági és átláthatósági feltételeket is teljesítenie kell Orbán Viktornak, mert anélkül biztosan nem jön pénz Brüsszelből. Brüsszeli megbeszéléseket illeti, nem akarok én ott tárgyalni igazából semmiről, mert lényegében a pénzügyi kérdések rendezetnek tekinthetők. A miniszterelnök tavaly áprilisban magabiztosan beszélt arról, hogy az Európai Uniós helyreállítási alapból Magyarország csak azt a részt kéri, amit nem kell visszafizetni. A piacgazdaság szabályai. Gulyás Gergely pedig azt mondta, Magyarország több 100 milliárd forinthoz juthatna a helyreállítási alapból. Az Európai Bizottság jogállamisági aggályokra hivatkozva ugyanakkor nem hagyta jóvá Magyarország helyreállítási tervét. Most azonban a kormány.hu-n megjelent levél szerint Orbán Viktor a hitelkeret azonnali rendelkezésre bocsátását kérte az Európai Bizottság elnökétől. Ezt az orosz-ukrán háborúval indokolta, szerinte a pénzt védelmi, határigazgatási, humanitárius és egyéb akut válságkezelési feladatok ellátására használná fel a kormány. Az alapból Magyarország elvileg több mint 5 800 milliárd forintot vehetne fel, ennek 43%-a vissza nem térítendő támogatás, a többi hitel, ez utóbbit szeretné mégis megkapni a kormány. Az európai intézményekben megütközést keltett ez az orbáni levél. Újhelyi István szerint a kormány.hu-n megjelent levél a Fidesz szavazóit próbálja megnyugtatni, hiszen Brüsszelben nem változott semmi. A pénz elnyeréséhez ugyanúgy teljesíteni kell az átláthatósági és a jogállamisági feltételeket. Sem tartalmilag, sem az elfogadás módjában, sem pedig a magyar jogállamiság kérdésében nem alkalmas az Orbánék által letett javaslatsor az európai szabályoknak. Ezért rossz hírem van Orbán Viktornak,
nem fog hozzájutni ehhez a pénzhez, bárhogy bűvészkedik. Brüsszeli források szerint a pénz nem hívható le akármilyen célra, csak az egységes piac, a digitális gazdaság, valamint a fenntarthatósági célok támogathatók belőle, a migrációval kapcsolatos költségek, biztonsági és védelmi kiadások, közigazgatási feladatok viszont nem. A híradónk által megkérdezett nemzetközi jogász szerint ahhoz, hogy a kormány meghaphassa a pénzt, el kell fogadnia a bizonyos ellenőrzési szabályokat. De amennyiben ez igény, akkor ez ön együtt járna-e azzal, és ezt erre csak találgatni tudunk, együtt járna-e azzal, hogy egyébként a magyar kormány elfogadná az ehhez kapcsolódó mindenféle más ellenőrzési lehetőségeket és bármi egyebet? Mert hogyha igen, akkor az bizonyos mértékig egy tényleges komoly váltást jelent a kormányzatnak a gondolkodásában. Bár hivatalos válasz egyelőre nem érkezett Brüsszelből, a bizottság állítólag csak akkor hajlandó pénzt adni, ha ezt elsősorban az orosz energiafüggőség enyhítésére költené a kormány. A MOL annyi üzemanyagot biztosít, amennyi a kutak üzemszerű működéséhez kell, ezt azután közölte a cég, hogy a Független Benzinkutak Szövetsége bejelentette, csütörtökön tiltakozó akciót tartanak a MOL székháza előtt, mert szerintük a Nemzeti Olajtársaság nem tudja biztosítani az ellátást. A MOL közölte, van elég üzemanyag, és mindent megtesznek azért, hogy kiszolgálják a magyar piacot. A cég egyébként arra számít, hogy a hatósági ár csak május 15-éig marad, utána valamilyen formában kivezetik azt. Közben megjelent a kormány határozat arról, hogy a kis benzinkutak literenként 20 forint támogatást kapnak 3 hónapon át, márciusban, áprilisban és májusban. Másodszor sem engedte át a kiskorúak nem átalakító műtétjéről szóló népszavazási kérdést a Kúria, írja közleményében a TASZ. A kérdés azután került vissza a testülethez, hogy az első döntést a kormány megtámadta az Alkotmánybíróságon, a bírák pedig a kabinetnek adtak igazat. Az új eljárásban azonban a Kúria ismét azt mondta ki, hogy a kérdés nem hitelesíthető. A TASZ szerint a legfelsőbb bírói testület döntése világos, mert azt mondja ki, hogy erről a kérdésről népszavazást alkotmányosan nem lehet tartani. 11 nappal a választás előtt a Fidesz-KDNP vezet 2%-kal az ellenzékkel szemben, derült ki a Republikon friss kutatásából. A felmérés alapján sem a Mi Hazánk, sem a Kétfarkú Kutyapárt nem jutna be a parlamentbe. A Závec Research a két miniszterelnök jelölt jellemzőit vizsgálta, a megkérdezettek szerint Orbán Viktor jóval korruptabb, mint Márki-Zay Péter. Plakátok Baranyában, Veszprém megyében és Tolnában. 11 nappal az országgyűlési választás előtt a Fidesz-KDNP és az Egységben Magyarországért versenyében a kormánypártok állnak jobban, legalábbis a Republikon Intézet friss kutatása alapján. A teljes népességben a Fidesz-KDNP előnye 2%. Ha a biztos pártválasztókat nézzük, tehát azokat, akik mindenképpen ott lesznek a választáson, a Fidesz-KDNP előnye 3%. Ebben a mérésben a Mi Hazánk 3, a Kétfarkú Kutyapárt 2%-ot szerezne, tehát egyik sem jutna be a parlamentbe. Ez mind a kettő a hiba határon belül van, tehát én továbbra is azt látom, hogy két azonos kiterjedésű szavazóbázis áll egymással szemben a Fidesz oldalán, illetve az ellenzéki oldalon, és ezt a választást a bizonytalanok fogják eldönteni. Estét. Jó estét. Utoljára 2006-ban állt két hasonló méretű oldal egymással szemben. Akkor Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor csatázott. A Fidesz elnöke most Márki-Zay Péterrel mérkőzik meg. A 24.hu megbízásából készített Závec Research kutatásban a két miniszterelnök jelölt jellemzőit vizsgálták. Kiderült, az emberek jóval korruptabbnak tartják Orbán Viktort. Ugyanakkor a többség szerint a miniszterelnök jobban meg tudja védeni Magyarországot, a gazdasághoz is jobban ért, és jobb vezető is, mint Márki-Zay Péter. Márki-Zay Péter esetében eleve a tulajdonságok olyanok, amelyekről a közvélemény egy része nagyon pozitívan, egy másik része nagyon negatívan vélekedik, őt most kezdi megismerni. A Republikon most megjelent felmérése után a Vox Populi frissítette választási kalauzát, így az összes nyilvános közvéleménykutatás mozgó átlaga 5,5%-os előnyt mutat a Fidesz-KDNP javára. Durván lejt a Fidesz felé a választási pálya, állapítja meg az EBSZ időközi jelentése a Népszava beszámolója szerint. A nemzetközi szervezet megfigyelő missziója szerint probléma van a kampánypénzeknél, a levélszavazatok rendszerénél és az elfogult állami médiával is. Az Alapjogokért Központ elsőként reagálva azt írta, hogy a jelentés megalapozatlan állításokat fogalmaz meg.
100-150 fős hivatali apparátussal 15-20 ügyet tudna végigkísérni a kormányváltás után felállított korrupcióellenes hivatal, jelentette be Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő. A szervezet egyik fő feladata a korrupciót megfékező törvények előkészítése lenne. A Fidesz szerint Hatházi Ákosnak a baloldali korrupcióval kellene leszámolnia. Magyarország egyébként uniós viszonylatban az egyik legkorruptabb ország, csak Bulgária előzi meg hazánkat. Elakadó fontos ügyek az ügyészségen, átszervezések, törvénymódosítások és bebetonozott pozíciók. Továbbra is átláthatatlan és ellenőrizhetetlen a kormány munkája a TASZ és a K-Monitor jelentése szerint. A 26 oldalas elemzés a jogállamiság, a korrupció és a hatalommal való visszaélés témaköreit dolgozza fel. Egyrészt vannak az átláthatóságot csökkentő és a korrupció elleni fellépést nehezítő intézkedések, ilyen például a koncesziós tanácsnak a megalakulás, vagy a járványkezeléssel kapcsolatos átláthatatlanságok, a közérdekű adatok visszatartása, a független sajtó kitiltása a kórházakból például. A Transparency International korrupciós érzékelési index szerint a világ 180 országa közül Magyarország a 73. helyen áll, 43 ponttal. Ez világviszonylatban közepes korrupciós fertőzöttséget jelent, de uniós viszonylatban Bulgáriát megelőzve az utolsó előtti helyen állunk. Felmérések szerint a magyarok kétharmada problémának tartja Magyarországon az állami korrupciót, de a legtöbben tolerálják, pedig a korrupció torzított társadalmat és gazdaságot idéz elő. Nem az érdemek, nem a teljesítmény, nem a befektetett munka számít, hanem az számít, hogy ki mennyire lojális a hatalomhoz, mert aki lojális a hatalomhoz, azoknak elnézik a korrupciót, aki pedig nem lojális a hatalomhoz, azoknak nem nézik el. Magyarország éppen ezért nem tud fejlődni és nem képes felzárkozni az Európai Unió centrumához, tette hozzá Marti József Péter, aki szerint több ezer milliárd forint cserélhetett gazdát az utóbbi években jogsértő módon. Én biztos, hogy nem ígérem, hogy mindenki börtönbe fog menni, és mindenkit elszámolhatunk. Mert annyi ügy van, hogy az egész NAV, a rendőrség és az ügyészség sem lenne elég, hogy mind végigvigyék, de 15-20 ügyet keményen végig tud kísérni a kormányváltás után felállított korrupció ellen. Hivatal, jelentette ki Hatházi Ákos. A szervezet feladata többek között az lenne, hogy katalizátorként működjön. Nem lesz nyomozó hatóság, tehát természetesen nem fogunk nyomozni, viszont minden állami dokumentumba és minden állami adatba, államnál keletkezett adatba bele fogunk nézni, bele fogunk tudni nézni nyomozati anyagokba is, és beszámoltatni tudjuk a hatóságainkat. A Fidesz mindenre úgy reagált, Hatházi Ákosnak a baloldali korrupcióval kellene leszámolnia, kezdhetné a zuglói parkolási mutyival. Folytatják a sztrájkot a tanárok, a korábbiakkal ellentétben azonban ezúttal összehangolt sztrájknapokat tartanak majd, írja a Népszava. A lap szerint az új módszere azért van szükség, hogy hosszabb ideig napirenden tudják tartani a tiltakozást. A tervek szerint a jövőben nem egyszerre az ország összes intézményében hirdetik meg az akciókat, hanem több kijelölt iskolában. A helyszíneket egy online térképes felületen lehet majd nyomon követni. A pedagógus szakszervezetek egyébként tegnap is tárgyalni akartak a kormány képviselőivel, de nem fogadták őket. Adásunkkal egy időben elindult a rendőrség 24 órán át tartó Trafipax razziája. Az akcióval az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának kezdeményezéséhez csatlakoznak a magyar hatóságok. Ma reggel 6 órától holnap reggel 6-ig fokozottan ellenőrzik a gyorshajtókat. Az akció során az összes mobil Trafipaxot bevetik a rendőrök. A sebességmérés helyszíneit már közzé is tették. A rendőrök szerint egyébként az elmúlt években csökkent a gyorshajtók száma. A Génius lett 2021 legjobb vetélkedője, a műsor a televíziós újságírók díját nyerte el. A gálán a tavalyi év legszínvonalasabb produkciói díjazták. Az elismeréseket neves szakújságírók szavazták meg, a Génius az Észbontókkal és a Szerencsekerékkel volt versenyben. A díjátadó gálán Németh Szilárd, az ATV vezérigazgatója azt mondta, történelmi pillanat az ATV életében, hiszen ez a csatorna első ilyen díja. A Génius műsor vezetője Gundel Takács Gábor pedig arról beszélt, nagy öröm számára, hogy a tudás alapú vetélkedők műfaja ilyen sikeres.
Én azért örülök nagyon-nagyon, mert ez egy már egyszer kihalt műfaj. Legalábbis azt gondoltuk, hogy ilyen nincs. Minden szempontból old school, nincs benne sikítozás, könnyek, dráma, csak kérdések vannak, okos emberek vannak, állunk egy helyben, szinte nem történik semmi, és az egész mégis baromi pörgős, nagyon dinamikus, és beszippantott egy csomó embert, aki még szeretne valamit tudni. És hogy kik lesznek a vendégek ma reggel a Startban, és milyen témákkal foglalkoznak, azt már is elmondja Kárász Róbert. Jó reggelt, szia Robi! Jó reggelt kívánok! Hát természetesen mi is gratulálunk a csapatnak, hiszen fantasztikus műsorról van szó. A Start is az lesz, meg az is volt természetesen, és akkor így van, Anna, mondanék néhány vendéget néhány témával együtt. Hát itt nem lesznek azért olyan vidám témák, de kérdések viszont annál több. Van sok-sok aktualitás, amit szeretnénk majd megkérdezni vendégeinktől, Bősz Anettől és Barkóczi Balázstól. Ugye a DK és a liberálisok részéről érkezik az első két vendégünk. Tulajdonképpen 10 nap múlva országgyűlési választások lesznek. Bocsánat, csak ez ki akar ugrani itt a filmből. Megigazítottam, élő műsorról van szó, előfordul néha az ilyesmi. Beszélni fogunk vendégeinkkel Paks 2-ről, már csak annak függvényében is, hogy egyébként Finnország éppen tegnap jelentette be. Úgy döntött a parlament Finnországban, hogy nem bízzák a Rosszatomra a készülő atomerőmű megépítését, úgyhogy visszaléptek, hogy Magyarországon lesz a Paks 2, ezt is átbeszéljük. Van egy elbocsátási hullám, állítólag a munkatársaknak már most elkezdtek felmondani. Magyarországon, hogy ennek a hátterében mi áll, erről is majd kérdezzük, felmérésekről is kérdezzük, foglalkozni fogunk a háborúval is, hiszen 4 héttel ezelőtt, ezen a hajnalon, amikor jöttünk be dolgozni, tulajdonképpen akkor kezdte meg Oroszország Ukrajna invázióját, hogy az elmúlt 4 hétben mi történt, és körülbelül mire kell felkészülni a világnak, ezt is átbeszéljük. Beszélni fogunk a nyugdíjak alakulásáról, hiszen amikor nyugdíjkorrekcióról beszélünk, akkor mindig előre tervez az állam, hogy körülbelül mekkora lesz a várható infláció mértéke. Ez jóval nagyobb természetesen 2022-ben, hogy milyen hullámban, hányszor fognak majd a nyugdíjasok ebben az évben korrekciót kapni. Farkas Andrással beszéli majd át Emília. Globális klímasztrájkra készülnek, úgyhogy Nitrai Dánielt, a Greenpeace közösségi kampány felelősét hívtuk meg ide a stúdióba. Azt elfelejtettem mondani, hogy a háborúval kapcsolatosan Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét kérdezzük majd. Emília néhány perc múlva megérkezik ide a stúdióba. Még egyszer gratulálunk egyébként a Génusz csapatának, az ATV-nek, úgyhogy nézzék a Startot is. Néhány perc múlva kezdünk. Köszönöm szépen, Robi, most a iradónak vége, de azonnal kezdődik a Start, maradjanak velünk. Én pedig friss hírekkel legközelebb 7-kor várom Önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!